Jól ismert dalok és az új album számai is megszólaltak azon a koncerten, melyet a Kárpátia zenekar adott a Városi Sportcsarnokban több száz rajongó előtt. A zenekar már harmadik alkalommal járt Sátoraljóújhelyben. Azt, amit képvisel a zenekar, azt igenis fontos a különböző régiókban, tehát itt mondjuk mondtál itt a Sátoraljóújhely és környéke, de hasonlóképpen van mondjuk Sopron környékén, vagy Békés Csaba környékén. Hála jó Istennek, egy egész Magyarország, tehát a Nagy Magyarország szerte ébredő magyarokkal vagyunk tele, és ez nekünk nagyon-nagyon jó érzés, hogy évről évre visszavárnak. A zenekar számai többek között rávilágítanak a trianoni tragédiára. Megéneklik a Magyarországtól elszakított területeket, azok kincseit és az ott élő emberek sorsát. A Kárpátia tagjait Nagy Magyarországot járják kirándulásaik során, és a zenekar vezetője ezen kirándulásokon szerzett élményeket írja meg számaiban. Én nem érzek semmiféle különbséget magyar és magyar között, és nem is teszünk semmiféle különbséget. Tehát az, hogy valaki Székely, Palóc, Kun, Jász, nem, Matyó, bármi, az ugyanolyan a magyar, mint egy pesti magyar, én szerintem. Vagy egy Balaton felvidéki. Nincs. Tehát én nem hiszem, hogy bármiféle pozitív vagy negatív dolgot kellene. Az egy nagyon-nagyon jó dolog, ki el tudja magáról mondani. Én azt hiszem, hogy ez mindenki magyar. A Kárpátia valamennyi albumán találkozhatunk katonadalokkal. Ennek kapcsán Petrács János elmondta, hogy fontosnak tartaná valamennyi katonasír felkutatását és ápolását. Az emlékművek azok megvannak. Őrizzük a neveket, akik elmentek a helységbe, de ugye azt tudjuk, hogy nem oda vannak temetve, ott a különböző helységek őrzik a nevüket, hanem azokat kellene igen felkutatni, amik hát szerte szét, itt is a környéken is voltak harcok, és biztos, hogy tudják, még emlékeznek, még élnek olyan bácsikák, mondjuk a II. Világháborúban, tudták, hogy itt is voltak, ott is voltak. Ezt csinálják páran Budapesten is, én szerintem ezt mindenhol régiószerűen kellene felkutatni azokat a katonákat, és beazonosítani, és végre megadni nekik azt a végtisztességet, ami kijár nekik. A Sátoraljóújhelyi koncert végén a rajongók együtt énekelték a zenekarra a magyar és a székely himnuszt.